Nyílt levélben tiltakozott a Marosvásárhelyi Maros Kosárlabda Klub egyik fő támogatója, a Novavita Magánkórház nevében Virgil Mailat tulajdonos, a múlt hétvégi bukaresti Steaua elleni mérkőzésen történtek miatt. A szombaton tapasztalt játékvezetés megkérdőjelezi a tisztességet a kosárlabda sportban, fogalmaz a támogató, aki arra is utal, hogy ilyen körülmények között akár meg is szüntetheti a sportág támogatását. A szombati mérkőzésen a botrányos játékvezetés miatt a közönség soha nem látott módon fütyülte ki a bírókat. Ténykedésüket a vendégegyüttes vezetőedzője is nagyon gyengének minősítette. Levelében Virgil Mailat felkérte a Maros KK vezetőtanácsát, hogy foglaljon állást az ügyben. 6 pontot veszített a Székelyudvarhelyi Kézilabda Klub a férfi kézilabda Bölények ligájában, miután a Resica Bányai HC Adrián Petria visszalépett a bajnokságból, és minden eddigi eredményét törölték. A döntés kedvezőtlenül érintette az SKC-t, hisz két győzelmét veszik el, míg más csapatok, amelyek kikaptak Resica Bányától, nem veszítenek pontokat. Az SKC jelenleg a harmadik helyen áll 38 ponttal, 5 pontra lemaradva a konstancai Dél-Dobrudzsától. Az ellenfél játék erejét tekintve hatalmas győzelmet aratott a nagyváradi Csészémé férfi kosárlabda csapata az Európa Kupa 8-at döntői első menetében. A földrész második legerősebb bajnokságából érkező török Murat Bey Ushak Sportif ellen 10 pontos előnyt szerzett a visszavágó előtt. A férfi kosárlabda bajnokok ligájában egyik csapat sem jutott tovább, azonban az Európa Kupában az egyenes kiesési ágon egymás ellen sorsolták őket össze. A nagyváradi mérkőzésen a házigazdák már az első negyedben 10 pont előnyt szereztek, nagy szünetig azonban ez egy pontra olvadt. A folytatásban fej-fej mellett haladtak a csapatok, azonban a végén a nagyváradiaknak ment ismét jobban, így a mérkőzés 82-72-es hazai győzelemmel ért véget. Rendkívüli siker volt, amilyennel nem gyakran találkozhat a romániai kosárlabda szurkoló, vélte Krisztián Akim, a nagyváradiak edző. Rendkívülően nagy győzelem ez. Az USA-knak kivételesen jó játékosai vannak, és tudom, hogy mit beszélek, amikor ezt állítom. Ma azonban íme a mi játékosaink jobbnak mutatkoztak. A nagyváradi csapat egyik legjobbja Sean Dennison volt, aki 18 pontot szerzett, 4 lepattanót gyűjtött be, és mellé 3 gólpaszt is adott. Kiegyensúlyozott mérkőzés volt, mindkét félnek voltak jobb és gyengébb pillanatai. A végén azonban sikerült labdavesztésre kényszeríteni őket, és volt néhány sikeres támadásunk. A férfi kosárlabda Európa Kupa 8-a döntőinek visszavágóit február 22-én játsszák. Nagyváradnak a 10 pont előny birtokában jó esélye van a továbbjutásra, de ez a kérdés még távolról sem dőlt el végleg.